hát ma megpróbálunk zenét írni. Nem tudom, hogy mi lesz belőle, mert hát ugye minden össze-vissza van, ugye félig költözés, előkészítő állapotok, meg minden egyéb, de valamit próbálkozunk. Most valamelyest megpróbáltam összekalapálni a kis MIDI billentyűzetemet is, néha kihagy meg ilyesmi, de mivel most végül is, ha jól láttam, akkor a boci-boci szimfonikus győzött, így van, nem is kicsit, éppen ezért akkor boci-bocit írunk szimfonikus átiratban. Viszont ugye Milkoma kiváltotta egyet, hogy romantikusabb stílusban mondjak verset Kiskunhalasról és vagy Katica Bogáról. Soha az égvilágon nem jártam Kiskunhalason, Katica Bogáron már jártam. Ekmes, egy csodálatos élőlény vagy, és ez a 8. hónapod, hát imádat feléd. Na szóval, hogy minden esetre akkor ugye ki lett váltva ez a Kiskunhalas és vagy Katica Bogár, megpróbálok rögtönözni egyet. Nem szól a Cubase. Várjál, mindjárt szólni fog, figyelj. Azaz. Kiskunhalas, kiskunhalas. Ott él a sok kiskun. Katica bogárból egyetlen egyet sem un. De hogyha eljön az aratás ideje, sokszor porba hullik sok katica feje. Köszönöm. Na, zenéről szép délután kívánok, na, neked is, Tomasz, és szia mindenkinek, aki itt volt. Nem tudom, hogy mennyire lehetett hallani a zongorát és tőle a verset, meg úgy egyáltalán, hogy milyenek a hangbeállítások, meg ilyenek. Minden esetre ugye a Discordon volt megszavaztatva az, hogy milyen jellegű zenét és milyen jellegű szöveget írjunk, és ugye egy olyan dolog győzött, hogy legyen klasszikus, szimfonikus verzióban egy olyan boci-boci tarka átirat, ami felnőttesen komolyan mondja el ezt a verset. Én arra gondoltam, hogy ezt konkrétan nem is énekelve adnám elő, hanem ez egy olyasmi dolog lenne, mint mondjuk, hogyha a boci-boci tarka, illetve egészen konkrétan, hanem már összeírtam, az Apró szarvasmarha című hollywoodi filmet készíteni elő. Ráadásul az Apró szarvasmarha című hollywoodi film az egy ilyen romantikus dolog lenne, amikor valaki plátói módon, de már-már nagyon-nagyon szereti az ő szarvasmarháját, aki még pici, és szeretné egy olyan helyre költöztetni magával együtt ezt az állatot, hogy ott tejet vételezhessen a tőgyéből, és akkor ugye hát ez ugye van egy ilyen szép, valamilyen szimfonikus melódia, és akkor ugye ehhez majd jön az a szokásos ilyen amerikai trailer hang, in a world when a hero and another hero, stb. El fogja mondani az átiratot. Fogalmam sincs egyébként még, hogy kezdjek bele, tehát most egy-két hangszert így összeszedtem inspirációnak, aztán meglátjuk. Nagyon remélem, hogy végig kitart ez a borzalmasan öreg MIDI billentyűzet. Na minden esetre... Aztán a kérdés fejvári koncerttel kapcsolatban elsői Anif bulira csak helyszínen vagy elővételben is lehet jegyet venni, nem szeretnék lecsúszni róla, biztos, hogy nem csúszol le, hogyha ott helyben veszel, én nem tudok elővételes dologról, a 8-as műhely nem szokott, úgy tudom ilyet csinálni, de most nincs róla tudomásom, tehát ott helyszínen, de ha pont azért csúsznál be, mert hogy épp előtte csukják be az ajtót, akkor rám szólsz és beviszlek, szóval no para.
Na, tehát fogalmam nincs egyelőre, hogy hogy kezdjek neki ennek a boci-boci tarka motivumnak, mert hogy ugye eredetileg nem egy olyan nagyon-nagyon bonyolult dolog, tehát ugye... Na, tessék, és most megint, tehát folyamatosan elszáll a MIDI billentyűzet, és nem értem, hogy miért teszi ezt. Most jó megint, tessék. Tehát ugye... Menjél a rászta otthonunkba, légy szíves, akkor közben, Tomás. Na, szóval, hogy... Szóval, hogyha ez romantikus, szimfonikus, akkor... Milkoma, de drága vagy! Nagyon szépen köszönöm a donétet. Szia Jakubák, neked is, és mindenkinek szia, akinek külön nem köszöntem, de már itt van. Szóval nem tudom, elkezdek majd valami ilyesmit, és aztán akkor... aztán akkor jó lesz. Szóval romantikus történet. Boci-boci és az ő tarkája. Steven, de nagyon-nagyon édes vagy, nagyon szépen köszönöm a subgiftet, amit Jeges Maci kapott tőled. Aha, és ilyenkor száll el az USB-be menet. Ezért kell majd sajnos egy olyan konfiguráció, ahol ugye ez a gép, amit most használok mindenre, az lesz az, amin ugye vagy a zeneírás, vagy éppen a játék, vagy bármi egyéb megy, és akkor van egy másik gép, amire az egész az csak egy audio-videó jel formájába átmegy, és az streamel, mert egyszerűen ugye most bizonyos USB csatornák összeakadnak. Jaj, de szép! Domcsa Gamer úr, nagyon szépen köszönöm a követést. És G3N89, neked is. Neked a hellót. Ez így azért elég epik, nem? Mondjuk egy ilyen C-vel elindítani.
Drága-drága Szabi, szia! Nagyon-nagyon szépen köszönöm a 13. hónapot, Atya Úristen. Nagyon-nagyon édes vagy. Na, hát akkor Dob kell és Vangelis Conquest of Paradise. Na, pont azt utálom a Vangelis-től, valószínűleg azért, mert ugye túljátszották annak idején. Mondjuk ugye a Blade Runner filmzenén nevelkedtem Vangelis-ileg, és azt bármikor, bárhányszor, Isten bárhánya. Na, de szóval, hogy amikor meghallja... De értem, tehát alapvetően ez egy szép kompozíció, meg minden, csak baromira túljátszották. Na, meg még ilyesmiket gondoltam ki, hogy ilyesmik lesznek benne ilyen. Ó, és nagyon szépen köszönöm, hogy nem folyton az elszámítő villanyzatra, nagyon édes vagy kedves a kovek, és el is indult egy hype train, szóval egyébként, atya ég. Ja nem, F-be vagy. G3 Mini 89, atya, úristen, nagyon szépen köszönöm a subot, nagyon-nagyon köszönöm, remélem, hogy jó lesz neked itt, ugye most egy picit ez a hónap ugye pont ilyen stream ritka, vagy hogy mondjam ezt, mert ugye október 3-án költözködünk, de nagyon, ja, hogy Gemini! Hát ez most nem esett le nekem, mert teljesen máshol jár az agyam, de így jó, hát G3 Mini. Jó, oké. Na tehát. Úristen, Jakubek, nagyon szépen köszönöm a súgkép, tehát Teratlon, Sanchez, Dead Chris, Marci és Umon Rod kapták. Jézusom, de nagyon-nagyon édes vagy. És mindenkinek a nevében, akihez érkezett most Csub, nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. Várjál, tehát az... Várjál, jó, csináljuk a zongorán, mert ott jobban hallom azt. Aha, nem kell az a D. Jó, most az van, hogy az elején mindenféle, hogy hívják nélkül fog ez menni, mindenféle ütem nélkül, tehát ugye egy ilyen szépen ilyen fölhömpölygős dolog lesz, és akkor utána fog kijönni belőle valamilyen valami olyasmi, aminek már ritmusa van. Szóval ezért most előre megnézem, hogy milyen, hát ennél jóval lassabb lesz majd. Ja, valami ilyesmi. Akkor hagyjuk ezt 8... Miért ment ezt, hogy 82-re? Mert
Megnyomtam az egéren a nem tudom melyik gombot. Jó, no, először is mentünk egyet, és alapvetően akkor ugye... Ahogy is rendes jó. Igen, hagyjuk egyelőre ilyen halkan, és aztán majd utólag szépen ezeket a hangerőváltásokat bele fogjuk húzni. Hát akkor megpróbálom én ezt egy tékre. Terítek, és aztán akkor meglátjuk, mi lesz belőle. Aztán el is viszem innen, minél kevesebb cucc legyen a gép kijelzőn. Ja, nem kell most izé. Jó, ez lesz az eleje. És akkor szépen rámegyünk egy másik, most igenis mentettem, másik ilyen finomabb stringgel. Jó, és egy másik ráadásul. Na, kettes szinten befejeztük a hype train-t, nagyon köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult, és lesznek jó kis emótáitok meg minden. Valami kutyás cucc, ahogy nézem. Ja, ne! Cica is van! Cica is van! Úristen, de jó. Na, hát akkor rámegyünk arra, hogy megint csak séróból szépen hozzáhúzzuk a másik stringet. Remélem, hogy le tudom követni azt a hát valamelyes tempót, amit tartottam az előzőben. Nem, azért nem jó, mert ez egy halkabb szintike. Így. Tehát ezt eleve hangosabban kezdjük, csak hogy halljam úgy egyáltalán. Na nézzük. Jaj, de besiettem. Mint egy igazi izé. Mint egy igazi szimfonikus zenekar. Bocsi! Jaj, de nagyon besiettem. Izé után játszom egyébként most, tehát nekem a karmester, az itt konkrétan a felső midi-el. És ez alapján megyek. Milyen súrlódást csináltam itt a... Aha. Értem. Jó, most már végül is föl is fogtam, hogy hol tartok.
Akkor szerintem kezdjük el azzal, hogy zongorával rárakok dallamot, és akkor onnantól már tudni fogom, hogy miért van minden. Richard Clayman, ne szívass, azért olyan nyálas szart nem akarok. Jó, most már rájöttem, hogy hol sietek, hol késem. Ez nagyon jó. És akkor a onnantól, hogy elkezdődik a cucc, majd ott szépen legalább az indulásokat helyére fogom húzni, és akkor kicsit állítok az érzékenységén a digizonginak, mert hogy ez sajnos tényleg borzalmasan öreg már, és úgy kell csépelni, mint Toldi a csehet. Na. Azt a büdös nyálas nyomvad, pretkes habos, véres darabos, ez nagyon erős. Jó, nézzük ezt meg idáig egyben. Sőt nem, akkor szépen egyrészt mentek egyet, és akkor rá fogom húzni kapásból a kettes stringet.
Jó, itt megint basszus. Annyira kell ütni ezt a szerencsétlent, gyakorlatilag majdnem, hogy binárisan gondolkozik ez a szerencsétlen, hogy 0-1, vagy megütöm, vagy nem, aztán azt, hogy milyen hangerővel, az borzalom. Na mindegy. Jó. Ki fogok én vele cseszni? Ahahaha! Tehát. Ott ezt, azt a végét siettem el, mint a disznó állat, de azt mindjárt akkor kinyírbászoljuk, mert ez itt csúnya, ez a sietés. Sziasztalakonér, ezt sikerült mondanom, sziasztalakonér. Egyelőre jól telik, főleg, hogyha a kis midi billentyűzet is azt csinálna, amit kérek tőle. Szóval ez, hogyha nem lenne meg ez a boci-boci tarka, csak szimfonikus előadásban, romantikusan, és aztán akkor majd lesz neki egy felnőttesített szövege is, amit mint egy filmtréler fogunk rámondani. Na minden esetre akkor most annyit kell csinálni, hogy most nagyon kíváncsi vagyok, hogy ha ezeket lemutolom, akkor most működik-e az, hogy én itt utólag mondom meg neki azt, hogy milyen hangerővel szólaljon meg. Azért nem, mert Reed-en van, és nem Wright-on. Hülye. Hülye a BZ. Na, akkor még egyszer. Figyelj. Most lesz. Ja, mert közben én itt ugye a MIDI billentyűzeten a hangerő gombbal baszmánkodom. Nem jó. Most lesz jó. Thank you.
Na, és most megnézzük, hogy tényleg csinálja azt, amit én mondok neki. Nem, semmi gond. Akkor csináljuk ezzelbe a csináljuk mixerbe. Akkor úgy csináljuk ezt, hogy hogy lássam. És jó, akkor tőlem indulhat is. És a Slow Orchestra, igen. Na, és ha most ugrálnak majd szépen a kis potik, akkor az azt jelenti, hogy jól csináltuk. Igen! Na, akkor most ugyanezt megcsináljuk a másik string csatira is. Nagyon szép. Jó, és akkor ez egyben nézve, akkor most már teljesen ilyen kis szimfonikus jelleget vesz föl. Aha, ezt is néha be kell húzni, de szerintem egyenként csinálom, mert hogy ez itt nem kell, hogy ekkorát szóljon. Aha, ezt az egészet lejjebb húzzuk. Sőt, akkor ez is sok volt.
Na, ez idáig tök szép. Akkor. Haha! Ott vagytok, még olyan csöndbe vagytok, hogy ez valami teljesen hihetetlen, hogy elandalított titeket a Cow Cow True Color, és éppen ezért így most nem tudtok megszólalni. Vagy konkrétan az az X darab néző, akit én látok, az nincs is. Nem tudom. Nem tudom, nem tudom. Na, jól van. Itt vagyunk, figyelünk, teljesen el vagyunk andalott. Jól van. És akkor most jön az, hogy... igen, egy mentés az tényleg nem hülyeség. Most azon tökölök, hogy mi van akkor, hogyha már ezt a mínusz mondjuk 6-on behúzom. Hogy egyáltalán kell ez most ide, vagy inkább... Most azon tökölök, hogy nem is ezt a hangszert akarom én itt használni, hanem... Bottaster, csodálatos, csodálatos élőlény vagy, 10 hónap az már egy születés, meg egy hónap amúgy hello mindenki, vagy egy nagyon túlhordott gyerek, igen. És nagyon szépen köszönöm a sokadik hónapos resubat. Tök édes élőlény vagy. Na most. Keresem, keresem, és majd mindjárt rájövök, hogy... hogy hol volt az, amit én keresek. Single Instruments-nél. Nem, nem, nem. Meg fogom találni. Aha, itt is van, az SFX-et kerestem. Másféles alkotó session ment a levesre. Ismerem az ilyet, ismerem az érzést. Olyankor nyelveken szólok én is. Nem, ilyenek nem kellenek, mert ez olyan... Ez nem az, amit keresek. Ezek túl félelmetesek, és az igazából nem kell nekünk. Valamiért keresek, amitől ez még egy kicsit ilyen... Ja, mert benne hagytam a percussion nyavaját. Menjél innen el. Menjél vissza egyesbe. Menj el a marsra. Oké. Okay. Nem, ez majd a következő szakaszba kell, amikor már tempós, de... Azon gondolkozom, hogy mi az, ami segíthetne még ahhoz, hogy ez orkesztrálisabb legyen. Egy jó glocki.
Megnézzük, hogy ez így mennyire szánadék. És aztán akkor, ha az, akkor nem ezt fogjuk használni. Nem, ez túl gyors, tehát ide most inkább valami swell dolog kell. Az orrhangomat kölcsönadom, az orkesztrához, az Ork Eszter, az milyen, így hívnának egy kedves hölgyet, Ork Eszter vagyok. Meg fogom találni, hogy mi az, ami még ezt szebbé teszi. Nézzük meg a Lumina könyvtárat, mert abban egyébként nagyon szép dolgok vannak. Mondjuk ez jó, meg fogja enni a gépet, de majd meglátjuk. Ez nagyon-nagyon zabál, és persze, hogy basszus, ezért a Glockenspiel mellé töltöm be, mert ennyire okos vagyok. De nem semmi gond. Stratocaster, Jézusom. Öreg vagyok én már ez. Na, hogy né? Ah! De gyönyörű. És van benne egy csomó dolog, ami nem kell igazából. De kezdem fölfogni, merre megyünk. Round table. Na, bötőtöd vagy nem tőtöd bő? Jó reggelt kívánok! Majd csak. Közben megyek pisikélni, meg dolgok. Jó, közben megnézem, hogy kellettem-e valakinek. Valakinek kellettem, de az nem ennek. Jézusom! Jó, Istenem, mondja, egészséggel. Jó, oké. Jó. Na végre közben el is kezdett tölteni, ez nagyszerű. Jó, ezt úgy kinyírtuk. Jó. Na, ja, még tölt, értem. Hát ez egy nem kicsi könyvtár. Azt már nem használjuk, az nem kell. Akkor viszont emelünk egy oktávot. Sőt. Jó, oké. Na, ezzel lehet, hogy viszont már lehet itt kísérletezni. Tehát azt mondjuk, hogy most egyest az nagyon-nagyon csak kísérlet, aztán meglátjuk. Aha, csak egyáltalán nem kell ezt ilyen hangosan, és akkor így már is jó lesz. Ja, lesz ez, lesz ebből még szépség. És nem kell rögtön az elején orba verni, hanem szépen. Thank you.
Jó, ez már majdnem jó, és iszonyatos velocity-val játszottam föl, tehát valvel, tehát akkor most szépen mindent visszavéve alapra. Közepén elszálltam, mert arra figyeltem, hogy mit kérdezett Bence, de azért gyanítom, hogy érződik, hogy ez nem a ska, hanem teljesen más. Aha, és itt eleve szép hosszú kitartott hangokkal, mert ez megint nagyon-nagyon hosszú rész. Yeah! Oké, és itt is trükközünk nagy adag hangerőkkel, méghozzá akkor úgy, hogy először is mentünk egyet, és akkor szépen elkezdjük. Szépen itt még csak a háttérben van. Wow, wow, fuck yeah! Na, ez idáig nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép, és akkor ez bevezetőnek szépen jó is lesz. És akkor most kezdődik a tánc, amikor viszont már szépen rá fogunk menni egy olyan kíséretre, ami... Szia Miki, neked akkor külön megmutatom az elejét, ez még nagyon nincs összehúzva, tehát nem takra van játszva, pont az eleje, innen jön majd a takos rész, tehát ugye a Boci Boci Tarka romantikus filmzeneként.
És akkor innen jön az, hogy ez egy. Sőt, szépen le. Chimes, hol természetesen. Aha, nem, ez F-re vissza. Rég várok valakire című, de a szövege, aki csak ennyi mond, he, sornál picit meghatom elő, mit hoznak ki vele. Ú, várj, mi volt az, ez ergo, nem? Az valamilyen borzalom. Ja, jó. Jó. Elkezdjük akkor az alapot csinálni, és a... Jó, tehát azt mondja... Jó, és akkor innentől... Ah, ez jobb, tudududududim. Aha, ez lesz, ez lesz. Csak mondjuk ne átjátszak a C-be, igaz? Nem, F. Hülye. Lehet, nem, a régit raktam úgy össze, hogy hát úgy kell kalapálni, mint egy üllőt, de hát valami lett belőle mindjárt. Ja, hogy ezt most te egybe játszod le, te szerencsétlen, akkor ez nem jó. És akkor innen indul az, hogy... És akkor és akkor ez itt nem hanem így visszamegyünk, úgyhogy nem, azt mondja, hogy aha, jó, én vagyok a hülye, én vagyok a hülye, és akkor most már mindjárt jó lesz. Majdnem jó lett a vége, de még egyszer most már jó lesz. Tehát azt mondja, hogy... Ez
Jó, oké. És hol tartunk? Azt mondja, hogy... Oké, azt mondja, hogy jó, akkor innen vesszük. És akkor ezt itt összeraggantjuk. Igen, ez most éppen C-be van, mert ott kezdtem el, tehát alapvetően az égvilágon semmi nem volt mögötte. És annyit csináljunk még, hogy ja nem, ó, ez még nem a, ez még csak a bevezető, de hülye vagy, bátki. Oké, kabátki. Hülye! Ó, Istenem! Jó. Tehát kéne tudni játszani a hangszeren, és akkor sokkal könnyebben menne ez a dolog. Jó, na végre. Démol F basszussal simán negyedik fok helyett. Az se, a pityegés az ki fog maradni. Jaj, az nem a zene része, hanem az az úgynevezett taktiel, az arra van, hogy ugye tudjam tartani a tempót. Ennyi, tehát ez anélkül mutatnám. Jaj, de édes. Semmi gond, most már tudod. Ah, és azt mondod, hogy itt akkor ne izé legyen, hanem hogy aha, ezt most így nagyon pofátlan itt fogom átírni, tehát azt mondja, hogy oda megyünk, thank you.
4 óra zene tanítás után? Hát azt azért valahol megértem. Na, akkor most erre szépen ráhúzzuk a szimpatikusokat. Azt mondja, hogy... Esetleg talán tegyem át magam arra a csatornára, amit rögzíteni szeretnék. Nem, rajtad kérdez, nem mindenki ért a zenéhez, csak mondjuk a hozzászólók egy része, például Miki ugye a fúvós istenség maga, és éppen ezért ő tényleg egy eléggé nagy zenei agy. De az nem gond, hogy, tehát hogy is mondjam, nem zenészeknek próbálom csinálni ezt a dolgot, hanem azért, hogy a végén legyen valami jó belőle. Aha, most már most halkan vagyok, mint az állat. Itt föl fogom húzni. A slow orchestra. Jó, így. Bézé szimpatikusok, azaz. Na, és akkor most akkor jó lesz. Akkor először nem is ezt, hanem a Faux stringset fogom fölvenni, ami itt most hol áll? Jó, az maradhat is ott, ahol van. Viszont visszajön a pittyegés, bocsánat, mert el fogom cseszni. Igen, azért is van most nagyon kevés stream, ugyanis október, hát 3-án költözünk, ugye azért 3-án, mert 1-én, 2-án koncert lesz, de szóval éppen ezért most sajnos elég sok dolgom van, de... Ez szépen egy másik fogásba menjen rá. Azt a szóló hangszernél akarom megcsinálni igazából, de ja. Hát nagyon előrelépést jelent a költözés egyébként, tehát ez most ugye hát évek óta, ó, Martinex, nagyon szépen köszönöm a követést, szóval ugye évek óta itt ebben a 30 pár négyzetméterben próbálunk életben maradni, és hát pontosan az a lényege a költözésnek, hogy egy hát egy 65 négyzetméteres két és fél szobás lakás lesz, aminek az egyik nagy előnye az, hogy Vica munkahelyétől konkrétan 10 percre lesz
mondjuk ilyen, hogy hívják ezt, rollerral, mert ő azzal fog bejárni, rollerral fog bejárni, de egyébként gyalog is max 20 perc tömegközlekedéssel, szintén 10 rollerrel 10, mert most több mint egy órát jár be, és utána több mint egy órát jön haza, és hát másrészt meg tényleg az van, hogy ugye itt a dzsumbúj kellős közepén, ebben az egy szobában, ami az életterünk, én is tényleg például zenélni akkor tudok, hogyha Vica mondjuk vagy nincs itthon, vagy meg már kb. Tényleg fekszik az ágyban, és olvas meg ilyesmi, mert nem akarom zavarni azzal, hogy én itt így borzalmulok. Na, nem nézte az órát, felháborító, és egyébként szia. Na, akkor most nézzük meg a... Közel lesz a kocsma? Hát lesz oda is, igen. Igen, itt szépen fölhúzzuk majd a hangerőt, mert hogy, azt mondja, hogy igen, ahó, azt mondja, hogy... Jó, közben ezerrel tanulok, jó, mit tanulsz, mesélj, aztán utána meg nem mesélj, hanem tanulj. Nos, azt mondja, hogy... Hát ez az új lakás, valószínűleg nem fog szállítani Ditacino, mert attól viszont nagyon-nagyon messze van. Bocsánat, most egy kicsit vissza fogom hozni a takjelet. Taktajelet, hogy pontos legyek. De hülye vagyok, nem oda játszottam, ahol akartam csinálni. CSS tanulsz, wow, yeah. Na még egyszer, mert hogy hülye vagyok, mert ide még nem jön. Oda obol jön, de az obol és klarinét egyszer ez a csatorna. Csináltam ide. Jó Istenem. Igen, a hangommal segítünk, csak most egyelőre ez performance módban van, és ott még ugye minden nagyon egyenesen szól, egy csomó artikulációt fogunk neki adni, és akkor onnantól kezdve jó lesz. Viszont, és ez mondom, ez most klarinét volt, csak az oboe és a klarinét egy csatornán van. És a bevezetőre csak ennyit fogunk játszani ezzel. Sőt. Na nézzük, azt mondja, hogy... Hogy van-e hír Arna felől? Hát jó kérdés, én
Jó pár hete írtam neki, amikor eltűnt, és hát mondta, hogy miért, és most azért nem mondom tovább, mert nem hatalmazott föl rá. Nem tudom azóta, hogy javult-e, vagy szebbült-e, vagy bármi a probléma, de igazatok is van, és rá fogok kérdezni, mert fontos. Na és akkor most az obolszólamot följebb viszem. Azt mondja, hogy miért függesztett föl, vagy ez most csak vicc? Jó, akkor ha vicc, akkor szar. Na mindegy. Tökéletlen így jammelni valamire, csak neked is be kéne arra jövőzni valami jó cuccot. Hát ja, meg mondjuk online jammelni azért az nem egyszerű. De... Na most nézzük. Aha, és ezeket már szépen le fogjuk húzni. Jó. És akkor most az artikulációkat szépen rá fogjuk rakni, és akkor innentől kezdve hű, de nagyon jó lesz. Tehát. Ja, értem, Bence, jó, de annyira nem nézek tévét, hogy... Szabad, még és szabad. Na, artikuláció megvolt, és akkor most megnézem, hogy a Deep Strings mennyire jön ide jól, mert egyre inkább azt gondolom, hogy nem az kell ide. Mert ez way too much, hanem egy picikát ott fogok ide behúzni. Egyébként hát én nagyon kíváncsi vagyok a Matrixra már csak azért is, mert szerintem ugye hát folyamatosan csökkenő színvonala volt számomra legalábbis az első három filmnek. Az animatrixokat nem láttam, mert ugye az animével továbbra is vallatni lehet. De úgy vagyok vele, hogy az első Matrix az szerintem egy iszonyatosan jó ötlet volt, és nagyon kerek film volt azzal a függő véggel, amit kapott. És valahogy úgy érzem, hogy ugyan ilyen jól elnézegettem a második, harmadik részt is, de valahogy egyre kevésbé volt kerek, és éppen ezért nem tudom. Nem éreztem magaménak. Vajon melyik izében, melyik hangkönyvtárban van Pizzicato Strings? Mert azért ez engem érdekelne, mert jelentősen ott van, ott van. Ó, ezt megnézem majd, Miki, kíváncsi vagyok. Néhány esztergomi iskola gyereknek kötelezővé tették az arénás Ákoskon. Ne! Nem, ezt nem viszem el, gyerekek.
Igen, küld el, légy szíves, mert itt meg innen ki fog futni. Igen, azt is tudom, hogy az első rész újra forgatva, de én attól még egy picit a picikát ott pizzának fogom hívni. Szóval attól picit még várom. Aztán persze lehet, hogy nem lesz jó, amit tudom én. Elfelejtettem, hogy ott már a téma jön, de jó, ez a picikától ez jó lesz így. Jó, nem nullánál kezdünk, mert akkor nem veszünk föl semmit, igaz? Igaz. Tehát... Jó, kezdjük már rendesen? Bézé! Mit csinálsz? Na, azt mondja, hogy... jó, oké. Végig akkurátusan a C-nek a végén már az F-et játszom, ami hülyeség. Most már tényleg mindjárt jó lesz. Oh, fucking fuck. Jó, most figyeljétek meg, hogy jó lesz. Ez az, és akkor most ezt az egészet ráadásul arrébb fogjuk rakni úgy, hogy ne csak ez szóljon, hanem a megfelelő Oktávia is. Oktávia. Érted? Most ott várja az. Ez mi? Ja, hogy nem ezt... Oké. De miért? Miért a... Hülye a bézé... Oké, mentek. Nagyon, nagyon okos meglátás. Jó, és akkor... Ó, és még bölcsességet is kell mondanom, egy pillanat. És mondom. Azt mondja, hogy ezt fogom fölhúzni egy oktávval. Tehát. Jó, jaj, de nagyon! A hidratálást is mindjárt megoldjuk. Egy dolgot kell megnéznem. Aha.
Már azt is tudom, hogy hogy lesz a szövegedbe az egészbe belerekkentve. Ugyanis, itt most ugye akkor minden szépen rendesen össze van tekerve, igaz? Jó. Mert hogy akkor... Itt elvágond. És itt vajon ez másolja vele az eventeket is? Jó kérdés, de jó lenne, ha másolná. Mert akkor jó, és akkor itt még az elején nem kell a oboa, sem a pizza. Jó, na, Aquaio bölcsességre én azt tudom leginkább mondani, mindenki, aki Coelho felirattal bölcsességet mond, az hülye. A mentés megtörtént, és hozok egy hidratát. Úgyis már kell, mert mostan a szövegfelmondás. Nem aprózom el, hanem brutál méretű jegeste a zöld ivása történik. És aztán ugye akkor most jön az, hogy ugye az volt még a kérés a szavazásban, hogy ez a... Yes. Szóval, hogy ez a boci-boci tarka, ez úgymond ilyen felnőtt verzióban hangzon el, nem olyan felnőtt, hanem hogy ilyen szépen megfogalmazva, és itt találtam ki azt, hogy ez tulajdonképpen mint egy ilyen film trailer fog működni, és szépen rá lesz mondva az egész, és úgy lesz ez az egész megoldva, tehát akkor mindjárt, és aztán akkor utána még effektezünk, ilyen chimes-szal meg ilyesmikkel, és akkor alapvetően készen leszünk a dologgal, és akkor ez nagyjából időben is leszünk kész, mert utána vicce elé kéne mennem, mert hogy most valami teljesen ismeretlen helyen vacsorázik együtt a munkatársaival, és onnan nem talál haza. Na, nézzünk akkor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, miért nincs hang? Ja igen, nagyon fontos, ha nincs bedugva egy mikrofon, akkor annak hangja sincsen. Tessék, Coelho bölcsesség for free! Menjél be! Na, 1-es, 2-es, és akkor erre ráteszünk valami olyan effektet, ami... ami valami ilyen nagyon, nagyon szép, mély hangot fog adni nekünk. 1, 2, 3, azt mondja, hogy dialog. 1, 2, és le is veszem egy picit azért a Yetit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, jó, ennél szerintem, várjám, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aha, 1, 2, 3, jó, és szépen lepicseljük a dolgot. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Egy, kettő, három, négy, öt, hat. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hej-hoj, recece! Jó. Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miért nem tudok itt a shift-tel játszani? Nem tudom. Már nincs bekapcsolva. Ahahahaha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ez a hangmódosító, ez egy plugin a Cubase-hez, ami ugye a hangprogram. Nos, próba és cseresznye következik. Kinek nem halló szerve, sem hátsó egyensúlyi nyúlványa nem adatott. Célunk egy olyan lakhely megtalálása és elfoglalása, ahol majd felnővén hastályi folyadék mirigyeinek váladékát vehetjük magunkhoz. Na és akkor most ezt rendesen megnézzük így. Meg elvagdoljuk majd, hogy jó helyeken szóljon. Normalize. Szia, Tomi! Apró szarvasmarha. Apró szarvasmarha. Nagyon jó, tehát akkor ezt szépen így. Na nézzük meg, azt mondja, hogy... Apró szarvasmarha. Apró szarvasmarha. Melyen a fény, mit... Aha, itt a izéket, a sóhajtásokat szépen. Szarvasmarha. Melyen a fény, mint prizmán törik sok felé. S kinek nem halló szerve, sem hátsó egyensúlyi nyúlványa nem adatott. Célunk egy olyan lakhely megtalálása és elfoglalása, ahol majd felnővén hastályi folyadék mirigyeidnek váladékát vehetjük magunkhoz. És innen jön a boci-boci tarka, hát mekkora! És akkor annyi, hogy egyrészt ezt egy picit visszavesszük, a Slow Orchestrát... A Slow Orchestrát már az elején kitesszük egy nagyon picit balra, csak hogy legyen egy térérzet. Sőt, legyen L20. A Faux Stringet betesszük R20-ra. Hastályi válladék, sírsz? Igen. A
apró szarvasmarha. Apró szarvasmarha, melyen a fény, mint prizmán törik sokfelé. Aha, ott benne ragadt valami. Ezt mindjárt megnézzük, hogy miért ragadt benne ott bármi is. És hol, és miben? Jaj, tudom egyébként, hogy mi ragadt bent. Ezért ragadt bent a automatika. Tehát akkor ezt, és azt hiszem, hogy a faux stringsnél, tehát gyorsan sőt, most nem, elég egyenként. Bocsánat, bénázok, de mindjárt jó lesz. Mint prizmán törik sokfelé. És kinek nem halló szerve, Zanonymous, nagyon szépen köszönöm a rédet, és köszöntelek téged is, és a nézőket is, hogy tudjátok, hogy mi történik itt. Tartottunk egy szavazást a Discordon arról, hogy milyen zenét írunk ma, és az jött ki győztesen, hogy szimfonikus formában írjuk meg a Boci-Boci Tarkát, és legyen hozzá valamilyen ének vagy szöveg is, ami gyakorlatilag a Boci-Boci Tarka, csak felnőtt szép kifejezésekkel elmondva. És úgy döntöttem, hogy ebből egy ilyen romantikus, szép filmdrámának a filmzenéje, vagy a trailer zenéje lesz, ami alá behúztam szépen azt a szöveget, amire átírtam ezt a dolgot. És gyakorlatilag mindjárt meg is mutatom, hogy hol tartok, és utána már nagyon-nagyon kevés van csak hátra. Egyébként, csak itt egy gyors ilyen automatizálási dolgot kell megcsinálni. Sokfelé. És kinek nem halló szerve, sem hátsó egyensúlyi nyújt. Ez az, jól van. Na, szóval mutatnám, hogy ez hogy néz ki egyelőre, és gyorsan mentek is egyet, meg aztán szépen akkor kihúzom ide a szöveget, és akkor látjátok, hogy hol tartunk, és akkor megyünk tovább mindjárt. Apró szarvasmarha. Apró szarvasmarha. Melyen a fény, mint prizmán törik sokfelé. És kinek nem halló szerve, sem hátsó egyensúlyi nyúlványa nem adatott. Célunk egy olyan lakhely megtalálása és elfoglalása, ahol majd felnővén hastályi folyadék mirigyeidnek váladékát vehetjük magunkhoz. Hopp, ott valami el lett cseszve. (Gül)
Nagyon szépen köszönöm, Agro. Köszönöm, vágó itt réd közben. Na, az oboát újra kell hangicsálnom, mert az nagyon-nagyon hangos így. De akkor azt most gyorsan meg is csinálom. Kinek nem halló szerve, sem hátsó egyensúlyi nyúlványa nem adatott. Célunk egy olyan lakhely megtalálása és elfoglalása, ahol majd felnővén hastályi folyadék mirigyeidnek váladékát vehetjük magunkhoz. Itt elcsesztem, mert hogy itt máshogy kell. Rádiókabaréban lettek a szerzeményeink. Hát azt annak idején azokat valahogy le kellett volna védetni. Na, akkor igazából egy dolog van itten hátra, az pedig az, hogy találjunk egy olyan jó kis effekt sort, amiben tényleg ilyen chimes és hasonlók vannak, és azzal így jó meg lehet támogatni ezt a dolgot, és hát jó kérdés, hogy az mibe van. De azt hiszem talán, hogy valamelyik ilyen Inspire-ben van egy ilyen. És talán a Percussion-ben. Percussion Essentials, talán megnézzük, mit tud. Miért ott nyomkodom, hogyha egyszer ez is itt van? Hát ebben pont chimes nincs a franc egyemeg. De megoldjuk, mert valahol biztos, hogy lesz. Nem azt keressük. De hol van az a cucc, ami nekem kell? Nem a Luminában van, az biztos. Nem is a Szimfóbiában van, talán az Albionban. Azt mondja, hogy az Legacy Percussion Ensemble. Hát a franc tudja, megnézzük, csak töltsön be.
Mindjárt mentek is egyet, csak most ez most töltsön be. De nehéz a hómunkás élete. Hidratálok is, ha megtalálom. Itt a hidrata. Aztán mindjárt behugyantok, és olyan gomb meg nincs, hogy hugyozzál, Bézé! Na! Tom, bombusz, hát... Hát, ez nem az, amit keresünk. Akkor most mentek egyet. Gyerekek. Ez csak izé, ez stringes dolog. Nem. Jaj, pedig valahol nagyon jó lenne Albion 1 Instruments. Nem. Nem tudom. Közben elkezdett csimporogni kint a szokásos... Cymbals and gongs. Hát talán ez. Unkes az, aki dolgozni kezd, jönnek, hogy Hónornak kezdjünk kapkodni? Ah! Nem találom azt a jó kis hangszert, amiben volt egy jóféle, az lehet, hogy nem kontakt volt. Na várjunk csak, ezt most mindjárt akkor remove-oljuk. Addolunk egy instrumentrákot, és lehet, hogy az a Garitánnak volt egy zeje a szimfoni orkesztrája. Hát nézzük meg. A Fersen Orchestra Percussion. Nem, nem te vagy az, akit keresünk. Accessories talán. Á, meg vagyunk! Oh-ho-ho, yes! Ez már más, de... Ezek kellenek ide nekünk. Tehát... Szarvasmarha, melyen a fény, mint prizmán törik sokfelé. S kinek nem halló szerve, sem hátsó egyensúlyi nyúlványa nem adatott. Célunk egy olyan lakhely megtalálása és elfoglalása, ahol majd felnővén hostályi folyadék mirigyeidnek váladékát vehetjük magunkhoz. Ott még annak a szünetnek a kitöltésére kell egy... Antörik sokfelé. Ez az.
Tehát... Jó... Prizmán törik sokfelé. És kinek... Ennél azért az lehet hangosabb is. Prizmán törik sokfelé. És például, hogyha jó helyen kezdeném el játszani, akkor az segít is a dologban. Hol kicsit megcsappantatok, valószínűleg már unalmas vagyok, mint a disznó. És kinek nem halló szerve. Akkor abba is hagyom egyébként lassan. Azt mondja, hogy ide teszünk még egy chimes-t. Na nézzük, azt mondja, hogy... Úgy, az ott nagyon jó helyen van, és akkor itt a legvégére egy... Nem, ez így azért egy kicsit túl van, de... Oh, de szép. Jó, na most mik vannak még ezen a... Ezt nem rakjuk bele. Na, ezek már nem kellenek. Jó. Na, alapvetően akkor ez már csak annyi kell, hogy szépen ezt tegyük bele egy... Várjál, még a végén kéne... Igen, itt egy... Olyat akarok még belejátszani. És akkor szépen ezzel is. És ezt majd a végén szépen lehúzzuk, mint a klotyót. Már lehet, hogy tényleg nem kell pisilni. Ja, és mondjuk akár ezt rögzíthetnénk is. Esetleg, ha rálépnék a sustain pedálra, sokat segítene. Jó. Miért nem vette be a sustaint? Azért, mert béna vagyok. Jó. Ez az. Na, és akkor az egész kap most egy erőteljes... Ja, ez mondjuk még azért egy reverbet kapjon már. Aréna, sőt, katedrál az nagyon jó. Székely imdusztrázó, úristen! Nem is figyeltem. Azért az odaver. Ezek a szennyei.
Jó, és akkor az egészre rátoljuk a T-Rex masteringet, és akkor olyan boldogok leszünk, amilyenek már rég nem voltunk életünkben. Kap egy insertet, kap egy T-Rex azt mondja suitot. Igen, tessék elindulni önnek magának. Nagy szeretettel. Nézzük így meg. Yeah. Ez nagyon szépen indul. Oké. Nos, tehát akkor jön az ős bemutató, bár megint a végre érte ide, de itt van a megyek hakni egészségedre, drága Miki, és akkor itt van, itt lesz a szöveggel együtt a dolog, tehát alapvetően arról van szó, még egyszer, aki esetleg mostanában érkezett volna, hogy a Discordon az volt a kérés, hogy a boci-boci tarkát játsszuk el, vagy írjuk meg úgy, mint hogyha egy szimfonikus darab lenne, és ráadásul a szöveget valahogy vicceljük bele felnőttes formában, és ez történik most. Úgy, né, most már mindent látok, tehát akkor mutatom is, hogy mi lett a szöveg, ugye a boci-boci tarka, az apró szarvasmarha, melyen a fény, mint prizmán törik sokfelé, mert tarka, se füle, se farka, tehát és kinek sem a halószerve, sem hátsó egyensúlyi nyúlványa nem adatott. Oda megyünk lakni, célunk egy olyan lakhely megtalálása és elfoglalása, ahol majd felnővén hastályi folyadék mirigyeidnek váladékát vehetjük magunkhoz, ahol tejet kapni. Nos, ezt fogjuk akkor itt most eljátszani az Apró Szarvasmarha című romantikus dráma trélere következik sok szeretettel, csak nektek, csak most. Apró szarvasmarha, apró szarvasmarha, melyen a fény, mint prizmán törik sokfelé. S kinek nem halló szerve, sem hátsó egyensúlyi nyúlványa nem adatott. Célunk egy olyan lakhely megtalálása és elfoglalása, ahol majd felnővén hastályi folyadék mirigyeidnek váladékát vehetjük magunkhoz.
Igen, takra a végét érdeldem, de akkor egyefene szerintem még egyszer lemegy, mert végül is te kérted ezt, a, ezt az egészet, és úgymond te, te győztél ebben a dologban. Tehát akkor még egyszer, és elnézést neki mástól, tehát akkor még egyszer a, az Apró szarvasmarha című romantikus filmdráma trélere következik Adam. Örömére, remélem. Apró szarvasmarha, apró szarvasmarha, melyen a fény, mint prizmán törik sokfelé. Kinek nem halló szerve, sem hátsó egyensúlyi nyúlványa nem adatott. Célunk egy olyan lakhely megtalálása és elfoglalása, ahol majd felnővén hastályi folyadék mirigyeidnek váladékát tehetjük magunkhoz. Hát ez, mindig meglepem magam, de hát, na, ez volt akkor a mai zenestream, és nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek azt, hogy, hogy ezt végig követte, és úgy egyáltalán. Szóval, ha fenn van SoundCloudon, egy nagyon picit bingezek még, mert keveréssel nem vagyok még elégedett, egy picit térbe akarom rakni az egészet, hogy tényleg nagy zenekar hatása legyen a dolognak, de szerintem ez holnap kimegy. És a lényeg az, hogy hát akkor most már nincs más hátra, mint valahova odarédelni. Egy pillanat, és ezt gyorsan fölveszem, mert ez a Mini, és pont elég kéne mennem. Szia Mini, mondjad! Azt a rohadt élet. Figyelj, lefotózom neked, és elküldöm már is, és akkor azt mutasd be azzal, hogy oda fogom vinni úgyis a végére, jó? Mondd meg, hogy hol van, légy szíves. Hol van? Jó, oké, okay, már is küldöm neked itt, jó? Oké, okay, szia, szia. Mert hogy ugye, tehát megy, a cége, megy egy céges vacsorára, de ugye csak ilyen oltási igazolással lehet menni most, ilyen, tehát bármilyen vendéglőbe meg ilyesmi.
és hát az van, hogy ezt ő simán itt hagyta. Tehát most ezt itt utána fogom küldeni. Na mindegy. Bevételem legyen az ilyesmiből. Hát a bevétel az talán, ami itt bejön. Mindegy, ezt majd külön megbeszéljük egy streamben. Minden esetre a lényeg az, hogy nem tudom, hogy most vasárnap lesz-e stream. Nagyon szeretném, hogy legyen, de most ugye megint egy picit a költözés és az egyebeknek az állapotától függ a dolog. De fogom mindenképpen írni a... CamScan, nem, én a Google-nek a fotoszkennyét használom, az is tökéletesen jó erre, de köszönöm szépen a CamScannert is. Na, és azt nézem, hogy most hova menjünk, én azt mondom, hogy Ruston mikor leszek, na ezt aztán végképp nem tudom, talán holnap, de nem tudom mennyi munkám lesz. Én azt mondanám, hogy nézzünk el Málnás Pitéhez egy kis Stardew Valley-re, mert most nem tudom, valahogy így a boci-boci tarka után azért valahogy kevésség vágyom valami zúzásra, és aztán akkor fogunk találkozni szerintem, hát nagyon remélem, hogy vasárnap, de mondom, akkor tessék a Discordot követni, és akkor ott mindenképpen írom, hogy mikor. És egyébként pedig a Discordon most a koncertes résznél pedig ott van egy olyan új hír, hogy pontosan megvan már a két Facebook esemény, a két székesfehérvári koncertnek, ami október 1-én és 2-án követi egymást, majd azt is nézzétek meg, és akkor legyetek jók, legyen szép estétek, és csáá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 á